Temesvári megyés püspökké szentelték a Szentgyörgy egyházban Pál József csabát, a 64 éves székelyföldi származású Pál József csabát május 16-án nevezte ki Ferenc pápa a temesvári egyházmegye Püspökévé, az új egyházi elöljáró jelmondata, tartsd meg őket a te nevedben! A Temesvári Egyházmegyét 1990 óta a német ajkú püspök Sebastian Krauter, majd Martin Rósz vezette. Utóbbi 19 évi püspöki szolgálat után előre haladott életkorára hivatkozva kérte felmentését. A Temesvári Szent György Székesegyházban három nyelven, németül, magyarul és románul tartott szertartás keretében, mint egy 40 romániai, magyarországi, szerbiai, horvátországi és németországi, római katolikus, illetve görög katolikus püspök tette Pál József Csaba fejére a kezét. A püspök felkenésének, a főpásztori jelképek átadásának ceremóniáját Mártin Róz leköszönő püspök, Joán Robo Bukaresti érsek, metropolita és Jakubini György Gyulafehérvári érsek vezette. A szertartás keretében felolvasták Ferenc pápa üdvözletét és apostoli áldását. A ceremónián semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett, aki Orbán Viktor kormányfő üzenetét tolmácsolta. Viktor Opászki, a Robán kormány vallásügyi államtitkára is arra hívta fel a figyelmet köszöntő beszédében, hogy a vallási és etnikai sokszínűség fontos része a romániai identitásnak, és erre Temesvár és a bánság jó példát nyújt. Johan szélésen ortodox bánsági mitropolita egy Máriát ábrázoló ikont ajándékozott az új püspöknek. Az új püspök az egység a sokszínűségben elkövetését tartja kívánatosnak, ugyanis a temesvári római katolikus Katolikus Egyházmagyar sajátossága, hogy a hívek 44,1% a magyar, 27,1% a román, a többi német, horvát, bolgár, szlovák és cseh nemzetiségű.